Sziasztok, Danger vagyok. ez pedig itt a State of the Game, azaz a Division heti fejlesztői streamjének az összefoglalója, illetve ebben az esetben egy kicsit több, mert a streamen nem hangzott el túl sok minden. Ezen a héten egy 10 perces streamet láthattunk tőlük, talán még annyi volt, lehet, hogy csak 9. Lényegében annyi hangzott el, hogy elismerték a legnagyobb hibákat az 1.6.1-es patch -e, illetve elmondták a legnagyobb hibákat, és hogy dolgoznak rajta. egy gyorsan felsorolom, az Intenz Talent néha kigyújtja a karaktert, a viccesen hangzik, én nem láttam még. Néhány legendary küldetésből hiányzott az Exotic a végén. A Rapid nem jól működik, a Granat Staggerrel gondok vannak, és a defibrillátor elsősegély nem működik rendesen. Gyakorlatilag erről szólt a stream, ellenben korábban a hivatalos Ubisoft fórumra fölkerült néhány információ, amit mindenképpen érdemes meghallgatni, megfontolni nyilván elég tágan és pontatlanul van fogalmazva, ellenben még egy interjút az ETF Charlie résztvevőivel, ahol nagyjából elmondták azokat, amiket a az Ubisoft és a Massive engedett nekik, hogy nyilatkozzanak arról a pár napról, amit ott töltöttek a fejlesztő stúdiónál. Ezekről foglalok most össze egy kisebb csokrot. Minden, ami mostantól elhangzik, az nem száz megerősített, de van hivatalos háttere, az első és legfontosabb, hogy nem csak az 1.7 és az 1.8 patch a masszív fejében az, ami a Year 2-t jelenti, hiszen ugye első negyed év jövő évre, tehát 2018-ban valahol ott fog március környékén azt hiszem lejárni a második év, tehát lehet számítani még egy update-re. A kettő között lehetnek Quality of Life kisebb patch -ek. Az 1.8-ban fog változni valószínűleg a zsivány mechanika a Dark Zone-ban, részletekről nyilván nem esett szó. Lesz még Gearset Balancing, és az ETF Charlie tagjaival megbeszéltek új Gearset ötleteket, hogy ebből végül megragadta néhány, bekerül majd a játékban, megint csak nem szól a fáma. Megerősítették, hogy foglalkoznak az underground ismerik a problémákat, próbálják vonzóbbá tenni, próbálják, próbálnak jobb lútot adni, több variációt behozni, és felülvizsgálat alatt van a direktívák mechanika is. Foglalkoznak még a PVP kapcsán a csípőből tüzeléssel, a fedezék használattal és a mozgással, illetve, mint már említettem, magával az egész róg mechanikával, hogyan is működik, hogy lesz valaki róg, stb. stb. Szóba került, hogy legyen -e vagy ne e World Tier és Score növelés. Beszélgettek róla, a döntésről nem tájékoztattak senkit. A Massive saját bevallása szerint az a legnagyobb kérdés az ő szemükben ilyenkor, hogy van-e elegendő új kontent a játékban ahhoz, hogy ne csak egy unalmas grind legyen az, hogy új szintet hoznak a játékba. És akkor most következzen az, ami igazából nem szerepelt az Ubisoft fórumain, de azok közül az emberek közül, akik ott voltak a fejlesztő stúdióban, ketten nyilatkoztak erről, a titoktartási szerződésük amennyire engedte természetesen erről a pár napról. Az 1.7 többnyire az, amiről beszélhettek, és ennek a két legnagyobb változása, az egyik, ez a Global event, globális események, vagy szezonoknak, évadoknak volt talán még korábban hívva. Nagyságrendileg havonta egyszer körülbelül egy hétig tart. Maga az időzítés, illetve a hossz az még lesz finom illetve változhat valamennyit. A lényeg az, hogy bizonyos időközönként határozott időre minden PVE content módosítókat kap. Ez azt jelenti, hogy maga az aktivitás is, tehát a küldetések is másképp fognak működni, más lesz a, az eredménye, a loot, a reward az egészért, és még behúzhatóak a játékba extra mechanikák, amivel még nehezebbé tehetőek ezek a küldetések. Eddig igazából nem izgatott föl senkit, hiszen nagyon jó mostantól SMG-vel kell mennem, vagy sniperrel, mert hát sottal kell mindenkit kinyírni, vagy ilyesmikre gondolt mindenki, és csak azért, hogy újra ugyanazokat a küldetéseket másképp végigjátszhassam, nem feltétlenül hangzott ez olyan jól. Csak hogy és de, az én számomra először ebben az interjúban elhangzott az, hogy nem csak díszítő itemeket lehet kapni majd ennek a végén, hanem érkezik egy stat item is, ami azt jelenti, hogy egy extra slot, ahova módosító tehet, és ez az új módosító nem csak külsőségeket fog hozni, hanem extra statokat, ami nyilvánvalóan egy teljesen kiforrott buildhez is tud extra-t és jót hozni, tehát lesz értelme ezeket csinálni. A másik nagy, amit behoznak, ez a feats, vagy commendationnek hívják talán most már, ezek igazából achievementek. Maguk a játékosok, akik erről nyilatkoztak, leginkább ahhoz tudták hasonlítani, mint a, az Xbox pontok, ahol elérsz bizonyos szinteket, és akkor kvázi mutogathatod, hogy te mekkora király vagy, csak külcsín itemeket tud adni, viszont azokból állítólag olyan szupereket, hogy teljesen egyedivé tudott tenni a karakteredet, és látszani fog, hogy mennyire nehéz achievementeket csináltál meg, mert az egyes achievementek különböző szinteken fognak megjelenni, és a nehezebb szintek értelemszerűen még ritkább itemekkel fognak megajándékozni. És a végére hagytam az egyik legérdekesebb és legtágabb kijelentést ebből az interjúból. Az 1.8 bizonyos részeivel már játszhattak ezek a játékosok ott newcastle és azt mondták, hogy ha az összes eddig megjelent tartalmat, ami a játékhoz kijött, összegyúrjuk egy csomagba, valószínűleg még annál is több új kontentet fog tartalmazni az 1.8. És hogy könnyedén újra kifizetnék érte a játék teljes árát csak azért az egy update -ért. Más nem árulhattak el, de ez talán némi reményt ad, hogy most már nem csak a masszív lengeti itt a farkát, hogy örüljetek parasztok, hanem igazi játékosok, akik előtte ugyanúgy kétkedtek, mint mi, oldamentek, játszottak néhány elemmel, és azt mondták, hogy nem ráncfelvarrott, nem módosítókkal megbolondított régi tartalmak, hanem új tartalmak fognak érkezni az 1.8-a karácsonyra nekünk. Egy volt már, ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, like ha nem, akkor írjátok le kommentbe, hogy miért, illetve amit még szeretnék kérni, gondolkodtam azon, hogy csinálok egy külön videót arról, hogy csapattal hogy futunk, és miért úgy van összerakva a csapat, ha ezt szeretnétek, akkor kommentben jelezzétek. Ma este PubG stream lesz, hétvégén Division. Gyertek, sziasztok!